Kedves nézőink, rendhagyóan folytatjuk a lakossági fórumok sorát. Ugye a hagyomány egyrészt az, hogy kint a választókerületekben tartanak a képviselők lakossági fórumokat. Ezt most nem lehet a vírushelyzet miatt csak itt a televízió képernyőjén keresztül stúdióbeszélgetések formájában megvalósítani, illetve hagyomány az, hogy ezt azok a képviselők teszik meg, akiket választókörzetben választottak meg. De hát azért a képviselőtestületben vannak olyanok is, akik listáról kerültek be, és szakítva a korábbi évek hagyományáival, most azt szeretnénk, hogy akik listáról bekerültek, azok a képviselők is el tudják azt mondani, hogy az előző egy évben mik azok a feladatok, projektek, amelyekhez ők is kapcsolódtak, és igazság szerint legyünk őszinték, akik listáról kerülnek be, azok a teljes várost képviselik, és nem csak egy-egy körzetre kell fókuszálniuk, hanem a teljes lakosságra. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük a stúdióban Kudron Tamást, aki első ciklusát tölti most a képviselőtestületben, és hát ugye listáról kerültél be. Mit kell tudni? Mit jelent ez? Így van. Köszöntöm is a kedves tévénézőket. Ez a listás hely úgy néz ki, hogy igazából az, hogy nincs a nevem mellett egy szám és egy körzetszám, ez nem azt jelenti, hogy nem képviselem a összes többi körzetet. Én inkább úgy gondolom, hogy magamnak is érzem mind a 8 körzetet, mivel az összes 8 körzetben a leadott szavazatok segítettek engem, hogy képviselő legyek, és kutyakötelességemben érzem, hogy mindenkit képviseljek a városban. Úgyhogy bármikor, hogyha problémáik van, nyugodtan keresenek is engem bizalommal, fogom őket képviselni. Ugye látjuk, ha visszatekintünk az előző egy évre, hogy nagyon sok olyan projekt feladat valósult meg, amelyben önkormányzati képviselőként te is részt vállaltál, bekapcsolódtál a projekt megvalósításba, feladatokba, de azért vannak itt apróbb dolgok is, amivel folyamatosan megkeresnek a városban élők. Mik ezek? Így van. Nagy örömre, mert sokan megkerestek az egész városból, nem csak körzeteként, nem mindenhonnan. Kisebb, apró problémákkal, meglátásokkal kerestek. Ez beletartozik például abba, hogy egy kátyú, ami ugye senki nem szereti, hogy ez is hol van, információt adnak, én is tudok segíteni, hogy mikor oldják ezt meg. Vannak ez a keresztező segítő tükrök, ami nagyon fontos szerintem. Ezt is kérték a segítséget. Akkor forgalomlassító, ez a fekvőrendőr nevű dolog. Ezt is kérték, hogy nézzek utána, hogy lehet ezeket megvalósítani. Volt még olyan, hogy a városon kívül illegális szemetet raktak le, és sokan nagyon szomorú. Ez is tudomásomra jutott, úgyhogy az illetékest már meg is kerestem ebben kapcsolatban. Kerestek még olyannal is meg, hogy például a Penny Market hátsó parkolójában van egy elhagyatott árok, és ez minden esőzés után a csapadék víz befolyik, akik ott laknak, és nagyon megnehezíti az ő életüket. Ezzel a problémával már kerestem a Kőröskamp Kft. Ügyvezetőjét, Séfer Tamás, aki megnyugtatott, hogy rövid időn belül orvosolni fogja ezt a problémát. Ugye a képviselői munkának azért az egy nagyon fontos része, hogy a lakossággal folyamatosan tartja a képviselő, tartsa a képviselő a kapcsolatot, hogy pont az ilyen egyedi vagy kevesebb embert érintő problémák is felszínre tudjanak kerülni. Mi az, amit sikerült ezek közül például megvalósítani a tavalyi évben? Hát én még csináltam ruhagyújtési akciót a Facebookon. Nagyon nagy siker lett. Egy hónapig gyűjtöttük a ruhákat. Körülbelül összejött egy jó garázsnyi ruha, ebbe úgy lehet érteni, hogy a gyerekjáték, az ugrálótól kezdve a gyerekjátékok, a pulóverek, a kabátok, tényleg nagyon sok felajánlás sikerült összegyűjteni. Egy jó garázsnyit még egyszer kihangsúlyozom. Nekem is egy 2-3 napig szortíroztam, hogy a gyerekjátékok, a gyerekcipők, mi milyen zsákba kerüljön. Utána a Facebookon megint meghirdettük, hogy kinek lenne erre szüksége. Nagyon sokan jelentkeztek rá, és hát az is egy bő hétig tartott, még én elvittem minden egyes családhoz, akik rászorultak, és nagyon örültek neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon kezdeményezés volt. Természetesen sikerült még 2 darab tükröt kihelyezni.
hogy a klapka kereszteződéséhez klapkocca és a most nem klap és a pozsonyi kereszteződésében én is ott lakok, nem messze, nagyon sokan megkértek, hogy segítsek, mert ez egy olyan érdekes kereszteződés, hogy egyik oldalon tuja volt, a másik oldalon sövény volt, és ez a Klapka utca, ez párhuzamos a Petőfi Sándor utcában, és ezt mindenki ilyen menekülő útvonalnak használja a forgalom elől, és sikerült hosszú idő után, de sikerült ezt megvalósítani az ottan élők nagyon nagy örömére. Ugye a tükörkihelyezés az már több képviselőnél, több körzetbe szóba került, hogy van, ahol éveket várnak arra, hogy egy ilyen nehezen belátható útkereszteződésbe tükör kerüljön ki. Mi adja ennek a feladatnak a bonyolultságát, a nehézségét? Tehát mitől nehéz az, vagy miért kell mondjuk hónapokat várni arra, hogy valahova ilyen tükröt ki lehessen helyezni? Hát ez egy érdekes kérdés, mert én is, amikor ezt elkezdtem ennek a folyamatát, hogy működik, elfogyott a tükör, nagyon sokan kérik, ez kiskörösen is egy nagyon szeretik ezt a tükröt, szerintem én más városban nem is láttam még, hogy ennyi tükör ki van rakva, de higgyék el, hogy nagyon jó és nagyon megbízható, és tényleg nagyon segít a rossz kereszteződésekbe ki kell rakni. És még azt szeretném mondani, hogy még egyet sikerült kihegyeztetnem a Korvin utcában, ott is egy beláthatatlan kanyar volt az utcában, én még nem is láttam, ott is sikerült egyet kihegyeztetni, és ott is ott lakok nagy örömére. Ugye több olyan nagyvárosi projekt is van, ami mellett a képviselőként a te neved is felmerül, nagyon sok kezdeményezésnek álltál az élére, ugye erről a televízió is számot adott. Ugye a Liget utcában a platánfák kivágása kapcsán, ugye egyrészt lakossági, hát nem mondjuk azt, hogy felháborodás, de nagyon sokaknak fájt a szívük azért, hogy azt a gyönyörű platánfasort ki kell vágni, és nagyon sokan voltak azok, akik megtapasztalták nap mint nap ennek a fasornak a káros hatásait, és ők viszont nagyon örültek annak, hogy végre megszűnik ez a probléma. Ha azt mondjuk, hogy Liget utca, platánfasor, akkor ahhoz Kudron Tamás neve hogy kapcsolódik? Hát úgy kapcsolódik, hogy érdekes ez a sztori, mert megkeresett egy vállalkozó, aki beszélt a Vatta iskola igazgatójával, ez emlékszem egy régi diákjuk, és ők beszéltek arról, hogy mi lenne ennek a fának a sorsa, és megkerestek avval, hogy ne tűzifa legyen, hanem a vállalkozónak van a legnagyobb fűrészgépét a körzetben, és azt mondta, hogy ingyen is bérmentve, hogyha az önkormányzat is partner ebben, akkor ő méretre szabja, és nagyon szívesen segít a régi iskolájának. Én ebből az ötlettel megkerestem Davany László polgármester urat, aki nagy örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, és egy héten belül le volt zongorázva a fa, bevívve a fatelepre, felszeretelve, és az iskolának a tanhelyiségbe kerültek. Igazság szerint még mindig itt ülünk egy vírushelyzet harmadik hullámában, hogyha lehet azt is mondani, kötelező mindenhol, közterületeken is a maszk viselése. Már a második hullámban is a vírus elleni védekezésben segítettél, hiszen képviselőként ott is egy lakossági kezdeményezésnek az élére álltál. Így van. Pető Attila képviselőtársam megkeresett avval, hogy nem segítenék-e neki az ő körzetében maszkokat eljutatni a emberekhez. Én szívesen álltam ennek a kezdeményezésnek, nem álltam az útjába, és nekiálltunk ketten, és ugye a jó kétharmadát kiszórtuk ketten, úgyhogy jó helyre kerültek a maszkok. És érkezett felajánlás is vállalkozótól, amit szintén te koordináltál. Így van. Megint csak vállalkozók megkerestek avval, hogy erre a vírus helyzetre volt tekintette, felajánlnak 1000 maszkot és egy ózongenerátort, és én szelektáljam azt, hogy kinek lenne most jelen pillanatban szüksége. Én úgy határoztam, hogy az óvodáknak is nagy szüksége volt, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy azokat oda ajándékozzuk, és az ózongenerátort pedig a Városháza dísztermébe gondoltam ki, mert nagyon sok ember megfordul ott, és szerintem annak is nagyon jó helye lesz ott.
És ugye amit kell még tudni, és stúdió beszélgetés keretében is voltál itt bent, hogy másik két képviselőtársaddal élére álltál a Tüskös Park fejlesztésének is. Mit kell tudni? Egyáltalán hogy kerültél bele abba a projektbe, és mi a te feladatod vagy szereped benne? Hát nagyon-nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert jól esett a felkérés. Ez Ungvári Ferenc képviselőtársamtól és Horváth János képviselőtársam indított el egy Tüskös Park nevű projektet, amiben megkértek engem is, hogy nem segítenék-e be nekik. Én nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, és azóta is dolgozunk mind a hárman rajta. Van egy Tüskös Park nevű Facebook csoport, ahol már fönn van 2 darab terv is. Majd az ott élők eldöntik, hogy melyikhez ragaszkodnak, és utána kiveszem én is természetesen a részemet ebbe a munkából. Nekem is van 2 kisgyerekem, úgyhogy lesz ott futópálya, kisgyerekeknek játszótér, közösségi faház, úgyhogy bizakodó vagyok benne, hogy ez hamarosan el fog kezdődni. Mi a tapasztalat új képviselőként? Mennyire volt könnyű vagy nehéz a lakossággal tartani a kapcsolatot, illetve mennyire volt könnyű az önkormányzat felé ezeket a szerteágazó problémákat mondjuk képviselni, és mint láthatjuk hatékonyan is, hiszen egy csomó mindent sikerült megvalósítani. Hát igen, itt van ez, hogy megint a listás képviselő vagyok, és kicsit még majdnem, hogy nehezebb is a dolgom, mert nekem az összes körzetből megkeresnek a kedves lakosok különfajta problémákkal. Nehéz, természetesen ott vannak a képviselők, akik nyertek, de hogyha ők is érik el, akkor nagyon szívesen szoktak engem is megkeresni, igyekszek nekik segíteni, és azt kérdezem a közeljövőben is, bármikor, hogyha van kérdésük, tapasztalatot osszák meg velem, igyekszek nekik segíteni. És még utolsó sorban annyit szeretnék mondani, hogy mivel én is még kezdő képviselő vagyok valamilyen szinten, tapasztalatokat gyűjtöm, de ez a vírus helyzet most kicsit lelassított mindannyiunkat, hogy meg szeretném köszönni Domonyi László polgármester úrnak és Szedmák Tamás alpolgármester úrnak, amikor én mindig megyek hozzájuk segítséget, hogy mit, hogy kell intézni, mindig nagyon korrektül és barátságosan segítenek nekem, úgyhogy még egyszer meg szeretném nekik köszönni. Ugye a vírushelyzet azért nagyon sok mindenben, ahogy mondtad is, megnehezítette a munkát. Számos olyan akcióban kellett részt venni a képviselőknek is, amelyek a jótékonyság irányába és a segítő szándék irányába terelték a munkát. Ehhez kapcsolódóan ugye volt még képviselőként egy személyes vagy saját indítatású felajánlásod is. Így van. Én úgy tudom, az összes képviselőtársammal együtt egy havi tiszteletdíjunkat felajánltuk a Kiskörös Város Alapítványért, hogy tudjuk kezelni ezt a vírushelyzetet, mert ez most legyünk le őszintén mindenkinek furcsa, nem tudjuk, hogy kezelni, de ezzel hozzájártunk a városnak, ebbe tudtunk segíteni. Hogy látod a városnak a jövőjét? Azért képviselőként most belelátsz abba, hogy milyen fejlesztési irányvonalat tűzött ki a város maga elé. Ugye a vírushelyzet nagyon sok mindenben az anyagi lehetőségeket kicsit visszább vette. De hogy érzed, hogy az a fejlődési út vagy pálya, amin most a város áll, ez jó-e, megfelelő-e, mennyire tudsz ezzel azonosulni? Szerintem ebben a helyzetben senki nem lehet olyan okos, de szerintem ebben a helyzetben, még egyszer mondom, a város szerintem nagyon szépen fejlődik. Óvodák is ugye lassan el fog készülni. Szerintem nagyon jó irányba megy a város fejlődése ahhoz képest, hogy most sajnos ez a helyzet van. Úgyhogy derülátó vagyok, úgyhogy szerintem jók leszünk. Képviselőként bizottságnak is tagja vagy. Az ott folyó munkát azt hogy foglalnád össze? Jól folyik a munka, én a mezőgazdasági és klíma bizottságnak tagja vagyok. Az a baj, most elég nehéz a munka, mert online csinálunk mindent, és jobban szeretem a személyes kontaktokat, mert ott igazából ki tudjuk beszélni, hogy mit szeretnénk csinálni, mik a tervek. Reméljük, hogy hamarosan visszatér a kerékvágásba, úgyhogy megint személyesen tudunk ebben részt venni. Annyi szeretném még, hogy az én ötletem, én a klímát egy kicsit megragadom, mert arról kicsit kevesebbet beszélünk. Szeretnék szelektíven gyűjteni a központokba a szemetet, hogy ugyanúgy legyen műanyag hulladék, fém hulladék, karton hulladék, hogy már ott a városban is kezdjük ezt szelektálni, mert ez későbbiekben nagyon jó lesz. És még nagyon sok helyen látom azt, hogy
vannak olyan zebrák, amik nincsenek jól kivilágítatva, például a József Attila úton és a Keceli úton, hogyha járnak arra, hogy ott is csak kivarakva egy zebra. Az én terveim, persze ez most pályázattól függő, meg lehetőségtől függő, de szeretnék, mint sokat járok én is külföldről is, vannak ott olyan lámpák, ami éjszaka napelemmel megy, és megvilágítsa a rosszul belátható zebrát, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet lesz, hogyha sikerül. Hogy érzed, mennyire sikerült beilleszkedni a képviselők csapatába? Ez egy jó kérdés, mert mivel én ellenzéki képviselő vagyok, és így kicsit úgy ebben nehezebb érvényesülni, de nagyon jó kezeljük ezt a problémát helyi szinten, mert megbeszéltük, hogy a nagy politikát félrerakjuk, és az önkormányzatban az emberek megválasztottak minket, itt az emberek érdekét képviseljük, és ezt eddig nagyon jól csináljuk, és szerintem ahhoz képest nagyon jól megvagyunk. Igen, az látszódik, hogy az elmúlt egy évben is milyen sok feladatba, projektbe te is részt vettél, ugye a képviselők mellett, az is látszódik, hogy nagyon jól tudtok együtt dolgozni. A jövő tekintetében bízunk benne, hogy ez így marad, és a konstruktív építő jellegű munkát azt továbbra is fogjátok tudni majd képviselni így együtt, meg te is, és bízunk benne, hogy nagyon sok megkeresés fog hoznád is még, mint képviselőhöz érkezni, mint ahogy abban is, hogy a bizottságban a szaktudásoddal hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy minél jobban hangsúlyt kapjon akár a környezetvédelem, akár a klímavédelem. Mi nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt voltál és beszámoltál erről az elmúlt egy évről. Én is nagyon szépen köszönöm.